80-as évek változást hozott a hazai könnyűzenei életben. Új formációk és stílusok születtek meg, és a Magyar Televízió hosszú idő után ismét könnyűzenei fesztivállal segítette a feltörekvő, vagy épp addigra már népszerű zenekarokat. Ebben az akkor új hullámnak hívott folyamatban bukkant fel egy polgárpukkasztó szövegeket, és nem a megszokott zenei hangzást nyújtó zenekar, a KFT. A Bábúvaggyal, melyre ma is generációk emlékeznek, egy csapásra ketté osztotta a közönséget. Volt, aki rajongott értük, és természetesen volt olyan is, akinek ez nem tetszett. A zenekar az őszi fesztivál egyik legnagyobb közönségcsalogató programja volt. Mi osztálytársak voltunk a Lár Andrissal, és a gimnáziumban csináltunk már alkalmi zenekart, és egyszerűen csak azt éreztük, hogy mi zenélni akarunk, és zenekart akarunk csinálni. Most az, hogy pont mit és hogyan, az nem volt meg igazából. Csak az, hogy sok Led Zeppelint hallgattunk, nagyon sok Beatles, Rolling Stones, ilyeneket, és hogy valami ilyesmit szeretnénk mi is csinálni. 81-ben igen, a Magyar Televízió Táncdal Fesztiválja volt. Igen, a Bábúvaggyal ott futott be a zenekar. Az első turné idején, ami a Bábúvaggyot követte, akkor okoztunk is meglepetést nagymamáknak, unokáknak, mert mindenki arra számított, hogy ilyen Bábúvaggyszerű számokat fogunk játszani, olyan koreográfiával, olyan dalszövegekkel, de hát valójában a Bábúvaggy az a zenekarnak a 13. szerzeménye volt. Csak ezt neveztük be, de előtte azért voltak olyan durva számok, mint a Szép Szolídan, Nagyokat böffenek, Túrom az orromat, hogy idézek néhány sort belőle, Elmúltak az ünnepek, abból most nehezebben tudok hirtelen idézni, de hogy szaloncukrot lezabálták, a fenyőfa üresen áll. Tehát ez nem tipikusan ilyen nagymama komfort dalszöveg volt, és mégse ugatnak a kutyák. Tehát egy olyan zenei és szövegvilág, ami messze volt azért a Bábúvaggytól. Van, mit tudom, 4-5 olyan szám, ami így az évtizedek próbáját is a nagy közönség, széles közönség előtt kiállta. És ezek bizonyos szempontból komolyak, csak éppen mindegyikben ott van valami irónia, humor, egy kis kifordított látásmód, és inkább azt mondanám, hogy egy ilyen, nem is tudom, társadalom rajz vagy, de meg ez is egy kicsit nagyképű, meg túlzás. Egy bizonyos jelenségek leírata ironikus szemüvegen át. A KFT dalszövegeire jellemző irónia az megvan, mind a Bornai Tibor, mind pedig a Lár András által írt szövegekben.